Sziasztok! Én mindjárt beállok a kamera mögé, és átadom a stafétát a lányomnak, ugyanis ez a videó az ő korosztályáról szól majd. Miri beavat bennünket abba, hogy hogyan gondolkodnak a világról, milyen dolgok foglalkoztatják az amerikai tizenéveseket, kiskamaszokat, miket szeretnek, miért rajonganak. Mit csinálnak a barátaid a nyári szünetben? A legjobb barátom Aya most Tennessee-be fog menni a szünetem, és az egyik másik barátom Sophia, ő most iskolai táborban van, ilyen matek. Mi is utazunk majd a hónap végén, még nem mondhatjuk meg, hogy hova, mert ez meglepetés, de hát ugye ez azt is jelenti, hogy úgy döntöttünk, hogy nem megyünk ebben az évben Magyarországra. Szerettem volna menni Magyarországra, hogy tudjak mászni fákat nagymamá kertébe. Tehát hiányzik neked a nagymama, nagypapa kertje, az nagyszülők? Igen. Szeretem a hegyeket, meg a nature, ami ott van. Azt szeretem. A természetet. Ez nagyon jó, ami ott van. Meg a ottani farmok is nagyon magyarosak. Meg szereted a finom magyar ételeket. Igen, az nagyon jó. És mi az, amit Floridában szeretsz, vagy nagyon megszerettél? Hát itt mindent szeretek annyira. Csak a melegség az nagyon nem, de... Ezt nehezen bírod a meleget. De a többi az mind jó. Az iskoládat mennyire szereted? Az iskolámat nagyon szeretem. A tanárokat, az oktatást, mindent? Mindent. Pontosan ugyanannyit éltél Magyarországon, mint amennyit itt Amerikában. 6-6 évet. Hogy érzed, hogy amerikai vagy? Vagy még mindig magyar vagy, aki Amerikában él? Hát én szerintem amerikai vagyok inkább. De miért érzed így? Mert nehezebb nekem most már a magyar. És... Mármint a magyar nyelv? Igen. Magyarul kifejezni magad. És én több amerikai dolgot tudok, mint magyar dolgot. Hát mert az emlékeid már ugye halványulnak. Ezért kell visszamenni sokat Magyarországra, igen, hogy ezek újra felerősödjenek. Az ugye természetes, hogy a gyerekek többsége, aki itt van, az valahonnan érkezett. Tehát hogy általában kétnyelvűek. Igen. Van az anyanyelvük, és ugye az angol a második nyelvük. De például te ugye tanultál általános alsóban 5 évig kínaiul, most pedig elkezded a spanyolt. Igen. Az amerikai gyerekek viszont, ők tanulnak nyelveket komolyabban? Vagy úgy vannak vele, hogy az angol nekik elég? Az angol nekik elég. Nem fognak így leülni, hogy ezt megtanulom. Csak azok az anime fanok, ők a japánt mind megtanulják. Megtanulják. De nincs az, hogy elmennek mondjuk egy nyelviskolába, mert annyira szeretnének megtanulni, nem, mondjuk németül vagy franciául. Ja, nem. Olyan nyelveket nem szoktak tanulni. És mondod büszkén az iskolában, hogy te magyar vagy, az apukád pedig kubai? Beszéltek ilyesmiről a gyerekekkel? Hát, ki honnan jött? Hát, ha valaki kérdezi, akkor mondani fogom, de így csak én nem fogok mondani, hogy én magyar vagyok. De például a tanárok tudják, hogy te Európában jöttél, hogy magyar vagy? Egy csomó tanító tudja, de nem mindegyik. És amikor mondtad nekik, hogy Magyarország, akkor hogy reagáltak? Hát... Majdnem mindegyik tudta, hol van, de az egyik tanítom, Mr. Cole, azt kérdezte, hogy Ázsiában van-e. Milyen tanító? Földrajz? Zongora. Az egy szép ruha. Most, ami nagyon megy, az ezek a hajgumik. Az ilyen típusú hajgumik? Uh-huh. Az övekből az ilyen fehéreket szoktak. Az iskolában elvileg egyenruhátok lenne, ugye sötétkék felső és bézs alsó, de hát mindenki nagyjából letolja. Igen. És akkor hogy mennek a gyerekek iskolába? Ilyen laza, ilyen nagy-nagy pulóverek. Az oversize. Meg leggings vagy jeans és sneakers. Ez nagyon menő, az a sapka fajta. Hogy nem lehet iskolába menni? Nem lehet papucsba menni, de sokan mennek papucsba. Veszélyes, meg persze. Ilyen tört nadrág.
Szaggatott farmer. Igen, szaggatott farmer. Szeretik az ilyen feltűnő fülbevalókat. Az mit jelent? Hogy ilyen... Mint, figurás? Igen, mint egy maci a füleden, vagy ilyenek, amik ilyen nagyon... És azt engedik az iskolában? Igen, nem engedik. Szólnak bele, hogy milyen ékszerek vannak? Nem, ha szólnak, azt mondják, jaj, de szép a fülbevalód. So cute. Igen. Bármi ezek közül, ugye? Igen. Ezek az oversize, vagyis az óriás, túlméretezett pulóverek. Meg a pólóból is lehet olyan nagyot. És a sportos felsők, leggingsek is nagyon mennek, ugye? Ilyen fajták. This one's cute. A fiúk hogy öltözködnek? Ők miket vesznek fel? A amerikaiok, azok ilyen sport... Inkább rövid nadrág, igen, rövid nadrág, bermuda. Sportos, ilyen sportlogó, jeans, meg polo. Itt van pont a te iskolai egyenruhád, a bézs alsó sötét, hát ezt ugye senki nem viszi. Mert már általános felsőben nem veszik annyira komolyan a gyerekek. Vagy az iskola egy picit túl az a megengedi ezt. Így kellene menni. Vagy rövid nadrágban. Itt van a beige leggings. Szokták hordani a papucsot zoknival, meg a jacket, farmer jacket. Milyen klubok vannak, délutáni foglalkozások, szakkörök? Van ilyen robotics klub, meg, robotika. Meg ilyen állatos. Az milyen? Hogy így azoknak az állatoknak, akiknek nincs házuk, azoknak így csinálunk dolgokat, mint... Tehát segítettek az állatmenhelyeknek? Miket lehet sportolni? Van golf, volleyball, basketball, soccer, flag football. Szerintem ennyi. Könyvjelző? Uh-huh. Van nektek olyan, hogy kötelező olvasmány, hogy megmondják, hogy nyáron mit olvassatok el? Nem, nincs olyan, de szokták így... Ajánlani? Igen, azt. A Harry Potter. Harry Potter sorozatot? Meg a Star Wars. Meg a Naruto. Azokat sokat olvassák. Naruto. Ezek ilyen lámpák, hogy este tudjál olvasni, vagy a sötétben. Felteheted a könyvre. Meg van egy olyan is, ami egy ilyen magnifier is tud világítani. Tehát nagyítós. Igen. Na és akkor neked mik a kedvenc könyveid? Mutass egy párat. A Wings of Fire az egy jó könyv. Nagyon jó. Sárkányos, misztikus történet? Igen, olyasmi. Ezek is jók, ezek a Harry Potterok. És itt van a kedvenc sorozatom. A Dark Diaries. Uh-huh. Ezek csak ilyen figurák, amit szoktak kollektálni. Ezek sorozatokban is vannak? Uh-huh. Ez egy nagyon népszerű karakter, a Naruto. És neked mi a kedvenced egyébként? Melyik sorozat és karakter? A kedvencem a Stranger Things, Eleven is my favorite character. This is so cute, ez annyira aranyos. Pikachu. Ez a Animal Crossingból van. So cute. Itt rengeteg Nintendo Switch videójátékok vannak. A Paper Mario, meg a Super Mario Party. Itt van a legjobb, az Animal Crossing. Ez nagyon népszerű. Ez is, ez a Just Dance. Ez van a Minecraft. Na és a sorozatokat hol nézed? A Netflix meg a YouTube. TV-t már egyáltalán nem néztek? Nem, a ti korosztályod? Hát, mit mondanak az osztálytársai? Senki nem nézi, de az America's Got Talent-ot az megnézem. Hát van egy-két műsor, de, amit esetleg. De nem fogom úgy nézegetni. És a fiúkat mi érdekli a tévében? Mit néznek? Az ilyen sportos dolgokat szoktak szeretni, mint a wrestling, boxing, meg a basketball. Tehát profi meccseket néznek, igen. Mérkőzéseket, box, igen, a tanítók is nagyon szeretik. Néha ilyen sportos sapkával jönnek a tanítók. Ilyen szurkolóiban? Igen, ilyen dolphins, meg ilyenek. Tanultok az iskolában verseket? Verselemzést? Hát néha adnak egy verset, meg egy kérdést hozzá, de nem nagyon ritkán. Az nem olyan jó, többet kellene. Legalább az amerikai költőkkel foglalkozni.
Lehet, hogy később lesz, nem? Felsőbb osztályokban? Lehet. Igen, ott már a Shakespeare lesz a felső osztályban. És évszámokat kell tanulni történelemből? Hogy melyik háború mikor volt? Hát, megtanuljuk, de nem muszáj tudni. Tehát elmondják, igen, de nem kell bemagolni. De nem kell. Periódusos táblázat, azt tudod, hogy micsoda? Igen, tudom. Még nem annyira tanulunk. Egy picit tanultunk már, de majd később. 7.-8. Uh-huh. Szerintem, amikor a kémia, ugye? Igen. Akkor már előkerül. Június elejére ugye vége lett az iskolának, majd augusztus 3. hetében mész újra, 9 hét nyári szünet. És akkor lehet választani, hogy online tanulsz teljesen, vagy mész az iskolába. Te mit szeretnél? Iskolába menni. Mert? Azért, mert ott vannak mind a barátaim. Hát mennyit tudsz a barátaiddal lenni a szünetekben? Mennyit tudtok beszélgetni? Hát a lunchnál sokat beszélünk. Ebédnél? Igen. Meg ha ugyanabban a klasszban vagyunk, akkor a tanító engedél beszélünk. Tehát megengedik a tanárok, hogy óra közben beszélgessetek? Igen. Csak ha van valami quiz, akkor nem. Tehát teszt alatt nyilván nem, amúgy de engedi. Közben lehet beszélni? Valamennyire gondolom, nem teljesen. És mennyire ismered a barátaidat? Tehát mennyire mélyek ezek a barátságok? Én mindent tudok róla, és a teljes life story-ját el tudnám mesélni. A teljes életét? Tehát, igen. Hogy mindenről tudtok dumálni? Igen. Amikor nem az iskolában vagytok, akkor milyen lehetőségek vannak? Akkor mindig szoktunk írogatni egymásnak. Tehát cseteltek? Igen. Meg hát egymáshoz átjárogatás is van, aki ugye közelebb lakik, azzal lehet barátkozni. És vannak a pizsi partik. Igen, a sleepover. És a fiúk között van olyan, aki jobb fej, akivel lehet dumcsizni, barátkozni? Van két fajta. Van az a popular, aki így, mi mindenkinek így néz rá, hogy így, úristen, nem ő, mindenkinek... És ő a népszerű? Igen, ők a népszerűk, a gonosz... A gonoszok a népszerű. Igen, a gonoszok. És vannak, akik okosak, de nem annyira népszerűk, és nincs sok barátuk, mindig egyedül vannak. Azokkal... Ó, és te inkább azokkal szeretsz barátkozni. Igen, mert azok... Mert van témájuk. Igen. Lehet velük miről beszélgetni. Yes. De most akkor ezt hogy kell érteni, hogy te népszerűnek számítasz az iskolában, vagy kevésbé népszerűnek? Vagy középutat? Középen. Hát ne, én abban vagyok, ahogy nem vagyok népszerű, de sok barátom van. Vannak-e verekedések az iskolában? Igen. Minden iskolában van. De ezt hogy kell érteni, hogy mi történik? Úgy szoktak kezdeni, hogy valami rosszat mond a másikról, és elkezd mérges lenni. És utána egy teljes fight. És utána jönnek mind a gyerekek, körbe nézik, és ott a centerben ott van a verekedés. Megy a bunyó? Igen. És a tanárok nem csinálnak semmit? A tanárok nem szoktak semmit csinálni. Néha rászólnak. Van egy tanító, ezt a kolasz, újra, ő csak ott kiállt, megfogta a chipsét, és ott nézelődött. A moziban? Igen, és mind a gyerek odafutott, én is, és így néztünk, jéj! És délutánonként mit csinálnak a gyerekek? Mivel foglalják le magukat? Olvasnak, meg videójátékoznak, vagy csattálnak. Egymással dumálnak, mm-hmm. A tableten gondolom. Nagyon sokan szoktak kimenni, biciklizni, meg medencézni. Meg sportolni, igen, gondolom. Igen, sportolni is. A táskátokba ugye csak a számítógépet tehetitek, meg mondjuk akár ilyen ceruzákat, festékeket, könyveket. Vihetsz be könyveket, amit a szünetben szeretnél mondjuk olvasni. De lehet-e vinni telefon, tabletet, igen, ilyesmit? Lehet. Engedik az iskola. Tehát nem csak az van, hogy a szülőt hívhatod fel, hogyha baj van, hanem szünetben akár a telefont lehet nyomkodni? Igen. Nincs nagy szigorúság az iskolátokban. Nem annyira. És a szülők mennyire szigorúak? Mit hallasz a gyerekektől? Hát... Mindegyik nagyon szigorú az iskola, itt utca. Hát, hogy az iskolát komolyan kell venni, ezt tanítják a gyerekeknek. De ti már azért egy picit nagyobbak vagytok, hogy így a csavargást engedik a szülők, hogy elmenjenek a gyerekek? Mondjuk kimenjenek a lakóparkból, hát, találkozzanak barátokkal. Igen, szokták engedni. Az én barátom mindig biciklizik a mallba, és az nagyon messze van. A bevásárlóközpontba elbiciklizik? Nagyon messze van. Most az öletben van egy egészségtelen chips. Hogy látod, az amerikai gyerekek mennyire esznek egészségtelen dolgokat? Nagyon. Cukrosokat, meg ilyen chipseket. Mindenki nagyon eszi.
Tehát, hogyha snack, akkor egészségtelen dolgot esznek? Igen, aki nyit valaki egy lunchboxot, tele van ilyen chips, meg gumicukor, meg ilyenek. Hát de az akkor a szülőnek a hibája, hogy ilyeneket raknak be. És csak nagyon rare, ha valaki kinyitja a lunchboxját, és van egy pasta, vagy valamilyen. Tehát ritka az, nagyon hogyha ritka. Valaki normális ételt visz az iskolába. Jó, persze, kaptok hát meleg ételt. Az igen. És vannak a szőke lányok, akik szeretik a salátát. A Barbie lányok? Yes, the Barbie. We call them the plastics. Egyszer volt egy olyan, hogy volt egy fura szag a WC-ből, és bejött a principal, és smokingoztak. Tehát az igazgató rajta kapott diákokat cigizésen? Van egy lány, aki már elmesélte az egyik tanítónak, hogy ő a hátizsákjába volt a... A cigi? Az a büdös fajta. A füves cigi? Igen, az! És most már így általános felsőben kezdődik a szerelem? Szerelem a levegőben? A nyolcadik osztályban igen. Egy picit, de egy hét múlva már nem. Tehát nem sokáig járnak igen, együtt. Igen, nem sokáig. De mit csinálnak az iskolában? Hát, csak így sétálgatnak együtt, meg kézen fogva? Igen. De olyan is volt, hogy csókolóztak a WC-be. Tényleg? Uh-huh. És rajta kapták őket? Igen. És kaptak valami fegyelmit? Nem annyira. Csak szólt gondolom csak nekik szólt... a tanár, hogy ezt nem itt kéne csinálni. Hát nem tanár volt, principal volt. Az igazgató. Ez a mochi, ez egy ázsiai fagyi, és kívül ilyen rizsás dough. Tészta van. Igen, és ilyen nagyon finom. Ez egy ilyen sour... Ilyen... Savanyú. Igen, olyan, mint a... Sour... Gumicukor, de mégsem. Igen. Kicsit másabb állagú. Ez is finom, ez a karamellás mandulás Hershey's. Ez csoki. Uh-huh. Az iskolában mindenki szereti ezt a fajta készizet. Mert fehér krém van. Uh-huh. Hát ilyen fehér csokis, olyasmi. Fehér csokis. Mindegyik Reese's. Peanut butter cup. Ez az egyik legjobb csokis kuki, a Chips Ahoy. Csokis keks. Igen, nagyon népszerű. Itt a Cheetos, de ez pont a white cheddar. Ez nem az én kedvenc fajtám, én a pirosat szeretem. A paprikásat? Uh-huh. Megtaláltam, itt van, amit szeretsz a Cheetosból. Itt van. A puffy. Ez a kedvenc chipsem. Ez hagymás fajta. Annyira finom, mindenki szereti. Sokan a Doritos szeretik, főleg ezt a pirosat, vagy a kéket. Ez a csípős. A spicy Cheetos, a legjobb fajta Cheetos. Ez mindenki szereti, mindig... Nagyon csípős. Igen, nagyon csípős. A tanítom szokott adni nekünk az övéből. Az iskolában? Csak úgy kinyitja az acskóját, és megy, who wants some? Ki akar belőle? Uh-huh. És a goldfish az, amit mindig kérsz. Ebből melyiket igen. Szereted? A normálisat. És itt van a Gatorade, ezt mindenki isza. Az én kedvencem vagy a kék, vagy a piros. Ez egy sportital, nem? Uh-huh. Nagyon finom. Te nagyon szeretsz rajzolni, igen, festeni. Nagyon, most is festettem, nem rég. Nagyon megy a hajfestési őrület, vagy hajszínezési. Imádom a comic bookokat. Meg van kirajzolva a comic book. Csak a szöveget, kell... a vicces szöveget igen. Bele kell írni, meg a figurákat meg kell rajzolni? Így, így. Mint ahogy itt van. Ez nagyon népszerű, ugye, az amerikai gyerekek körében. Igen. Téged is most ugye nagyon érdekel, ugye Ázsia, főleg... Igen, a Korea. Korea? Igen. A zene is? Igen, a zene is. Szoktam néha így ázsiai zenét csak úgy hallgatni. Meg matival. Ugye tanulod a nyelvet. Igen. Önszorgalomból. A lányok gyakran használják a slime-okat, meg a pari, az ilyeneket. És lehet így gyúrogatni, meg dobni, mint egy labdát. Nagyon nagy alkotásban vagy itt a szobádban. Igen. Ezekből mit fogsz csinálni? Hát ebből egy ilyen tájt fogok csinálni. Egy nyakkendőt? Igen. Ebből a kutyának egy ilyen bandanát. Kis sálat. És ebből valami táskát. Most hatodikos voltál. Ugye úgy kell elképzelni, hogy nincs saját osztályod, hanem a teljes évfolyam megy azokra az órákra, a beosztása szerint, ami éppen van. Neked hogy volt egy napod? Milyen óráid voltak? History. Történelem. Tudomány. Matek.
Language arts, nyelvtan, zongora meg SEL. Tehát fixen ezek voltak. Igen. És amikor beültél az első órára a történelemre, akkor nem saját osztálytársakkal ültél, hanem az évfolyamodból, akinek szintén az első a történelem óra volt, az ott ült. És vannak a választott órák. Mit választottál hetedikre? Az art. Képzőművészet. A business management. Az nagyon jó. Igen, az nagyon jó. Utána a spanyol. Tehát üzleti management. A spanyol meg valami zene. Ilyen lesz valami DJ, zenei képzés is? Ilyesmi. Micsoda? Ilyen DJ-os. Ilyesmi. DJ? Ilyesmi. Lemezlovas leszel? Ez jó. És a high school-ban szerintem lesz a home ec. Tehát amikor gimibe mész, akkor mi lesz? Lehet főzni, meg varrani, meg ilyen házi jaj, dolgok. De jó, tehát ilyen gyakorlati dolgok. Igen. Hát az is fontos, hogy megtanuljátok. Milyen nyelveket lehet majd tanulni? Szerintem a spanyol, meg a franciai. Francia. Hogy látod a jövődet, hogy mi szeretnél lenni? Most még mit gondolsz arról, hogy mi leszel? Most szerintem vagy egy divattervező, vagy egy ilyen marine biologist. Tengerbiológus? De a shark conservationist, az is jó. Aha, tehát foglalkoznád cápa konzerválással. Ez annyira jól néz ki, meg a beekeeper. Ó, oh, méhész! A videónk végén tabuk nélkül beszélgettünk felnőttes témákról. Mert mi nyíltan őszintén kommunikálunk a gyerekkel, ahogy a tanárai is. Úgyhogy bárki, akinek ezzel problémája van, vagy kisebb gyerekkel néz bennünket, az nyugodtan megállhat itt ennél a résznél. Neki köszönjük, hogy eddig is velünk voltak. Mi pedig akkor folytassuk, Miri, jó? Honnan jöttek a gyerekek az iskoládba? Milyen országokból? Vannak arabok, zsidók, és jönnek ilyen Kolumbia, meg Costa Rica, meg Puerto Rico, ilyen helyekre. Ismerek ázsiai, meg európai gyerekeket. Tetszik neked, hogy ilyen sok kultúra, rassz és vallás keveredik, hogy multikulturális környezetben vagy? Igen, mert tudok tőlük tanulni, honnan jönnek, meg ilyenek, meg az ő kultúrájuk. Szóval ez nekem jó, nagyon tetszik. Ennyire téma az iskolában egymás elfogadása? Mondjuk barátkozik egy afroamerikai gyerek egy ázsiaival, vagy egy amerikai latin gyerekkel? Ez annyira nem számít, hogy kinek milyen a bőrszíne, vagy ilyen. Mi azokkal akarunk barátok lenni, akivel akarunk. Nekem jobban fontos, hogy kedves, mint hogy szőke vagy barna. Beszélnek-e nektek arról az iskolában, hogy nem csak egyféle szerelem létezik a fiú és a lány közötti? Hát most már ez normális ebbe a világban. Van olyan gyerek, aki trans vagy bi. Szóval már megszoktuk, és a tanítóval is szoktunk beszélni ezekről. És hogyha azt mondod, hogy ez az iskolában téma, akkor szerinted ezzel tudják befolyásolni a gyerekek döntéseit, az érzelmeiket? Nem hiszem. Szerintem az akarsz lenni, ami akarsz, és nem kell... Ha valaki ez, akkor nem kell neked is olyan lenni, ha nem akarod. Szerintem nem méhész legyél, hanem inkább vezető politikus, mert nagyon okos vagy. A drogok veszélyeiről beszélnek nektek? Igen, bejött egy rendőr, aki erről beszélt, hogy a drogok, meg a smoking az miért rossz, és mit tud csinálni. És van olyan klasszunk is, ahol erről beszélünk, meg hogy viselkedjen. Ebben a klasszban szoktunk meditálni, meg próbálni elkezelni a érzésünket. Közben már hallatszik a tűzi játék, mert nem sokára július 4-e lesz. Ha a tanár beszél valamiről, jelezheted neki a saját véleményedet, ha mondjuk az eltér az övétől? Lehetnek ilyen viták, megérvelések? Olyan jó viták szoktak lenni. Ha nem értesz egyet a tanítóval, akkor el lehet neki mondani, és akkor el fog kezdeni ez a vita. És mindenki bejön, és mindenki mondja, hogy ő mit hisz. És van a végén valami konklúzió? Nem szokott lenni. Mindenki, amit választott, abban marad. Van az iskolában lelki tanácsadó hozzá. Mivel mehetsz, és mikor? Hogy lehet őt elérni? Ha mondod a tanítónak, megnézhetem a guidance counselor-t, akkor engedni fogja, hogy elmenjél, és vele beszéljél. Óra között is ki lehet sétálni, ha van valami lelki baj. Például, ha valaki bánt téged, akkor
Csak mondhatod a tanítónak, hogy meg akarod, hogy beszélni akarsz a guidance counselor-ről. Bocsánat, hogy ennyire nehéz megérteni a magyaromat. Szerintem mindent értettünk, és hát köszönjük az őszintességedet, meg a türelmedet. Szívesen, találkozunk legközelebb. Sziasztok! the world